Jó estét kívánok mindenkinek, kezét csókolom. Köszönöm szépen a meghívást. Örülök, hogy itt lehetek Újpesten. Honvéd szurkolóként az ember ritkán mond ilyet, de most ez egy kivétel. Viszonylag közeli helyen lakom, tehát majdnem úgy Újpestnek is mondhatom magam Dunakesziként, mert gyakorlatilag a két város, vagy a kerület és a város gyakorlatilag összeépült egymással, úgyhogy köszönöm szépen a képviselő úrnak, Antalnak, hogy volt egy kedves és meginvitált ide, hogy egy fontos ügyről, mégpedig a rezsicsökkentésről, illetve annak jövőjéről egy pár gondolatot váltsunk egymással. Hogyha megengedik, akkor egy kicsit tágabban nyitnám a horizontot, és egy pár szó erejéig elidőznék ott, hogy mi történt az elmúlt három esztendőben, mi az, amit sikerült megvalósítanunk, meg honnan jutottunk el a mai napokig. Amikor 2010-ben kitüntettek minket a bizalmunkkal a magyar emberek és egy Európa szerte egyedülálló többséget kaptunk a magyar országgyűlésben, akkor olyan helyzettel szembesültünk, amelyet talán még a legrosszabb álmainkban sem gondoltunk volna. De 2010-ben most már így utólag is egészen világos, hogy Magyarország rosszabb állapotban volt, mint az akkori Görögország, és ez egyáltalán nem túlzás, hiszen arra azért talán most már kevesen emlékeznek, hogy mi már a görögök előtt a Nemzetközi Valuta Alap segítségére szorultunk. Talán emlékeznek rá, nem baj. Az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc egy talán esti televíziós interjúban jelentette be, jól emlékszem, Baló György volt a műsorvezető, hogy akkor most Magyarország felveszi az IMF hitelt, és az IMF segítségét kéri. Persze mindez olyan hangulatban történt az a bejelentés, mint az valami jót jelentett volna akkor, de egyértelmű volt, hogy ez Magyarország rendkívül instabil gazdasági helyzetének a beismerése volt akkor. Ugye ezzel szembesültünk 2010-ben. Azzal szembesültünk, hogy a költségvetés valós helyzete, meg ami papíron létezett, az gyakorlatilag köszönő viszonyban sem volt egymással. Azzal szembesültünk, hogy 8 év után egekben volt az államadósság, és azzal szembesültünk, hogy a Nemzetközi Valuta Alap lévén, hogy ő hitelezte az országot, ugye gyakorlatilag megkívánta szabni azt az utat, amin akkor Magyarországnak valamia kellett volna. Mi akkor úgy döntöttünk, hogy az elődök politikájával szakítunk, és egy egészen más gazdaságpolitikai utat választottunk. Ugye nemzetközi gazdasági válságra, mert azért itt az elnevezéssel is illik csínyán bánni, mert amikor világgazdasági válságról beszélünk, akkor azért az ázsiai barátaink elég rendesen kiszokták ezt kérni maguknak, mondván, hogy ők a 5-8-10%-os gazdasági növekedési ütemünkkel köszönik, de ne terjesszük ki rájuk ezt a problémát, amivel mi itt szembesülünk. Tehát a nemzetközi gazdasági nehézségek azért egy országot, illetve annak kormányát egy olyan válaszút elé állítják, hogy alapvetően kétfajta stratégiából lehet választani, amikor a kihívásokra keresi a választ egy kormány. Az egyik ugye gyakorlatilag a túlélő stratégiája, hogy hát majd elmúlik, valahogy átvészeljük, aztán majd minden megy ugyanúgy, ahogy ment korábban. A másik stratégia meg egy bátor válasz, aminek nagyjából az az elv megalapozása, hogy próbáljuk meg a válságot lehetőséggé formálni, és próbáljuk meg a válságot egy olyan helyzetként megélni, hogy új politikákkal, új eszközökkel, újszerű döntésekkel, újfajta gazdaságpolitikával próbáljuk meg az előnyünkre fordítani a válságot, és próbáljuk meg minél erősebben kijönni belőle. Ugye mi ezt az utat választottuk, amikor egy olyan célkitűzést tűztünk ki magunk elé, hogy mi legyünk Európa termelési központja. És emlékszem rá, hogy amikor ezt el is mondtuk, hogy akkor ez a célkitűzés, akkor ezt úgy sokan megmosolyogták, meg úgy inkább le is sajnálták, hogy na jó, hát akkor itt van megint egy ilyen frázis, egy szlogen, majd ezt pufogtatják, aztán el fogják felejteni.
Ugye mára a helyzet az, hogy valójában Európa termelési központja lettünk, az európai autóipar egyik zászlós hajója, egyik fellegvára lettünk, a magyar gazdaság elkezdett növekedni, tehát elértük a növekedési fordulatot, és hát gyakorlatilag nem is egyedül, de azon kevesek közé tartozunk, akik annak a hármas kihívásnak meg tudtak felelni, amely az európai országokkal jött szembe, hogy egyszerre tudtuk megállítani az államadósság növekedését, és el tudtuk kezdeni csökkenteni az államadóságot, versenyképesek tudtunk maradni, mert 207 000-rel többen dolgoznak ma Magyarországon, mint dolgoztak 3 esztendővel ezelőtt, és fent tudtuk tartani a társadalmi politikai stabilitást az országban, hiszen a kormánynak van egy stabil parlamenti hátországa, és hát úgy tűnik, hogy azért az emberek többsége is elégedett azzal, amit a kormány tesz, vagy legalábbis úgy látja, hogy a dolgok jó irányba fordultak. Most, hogy ezt a helyzetet elértük, ezt nem a lottón nyertük természetesen, hanem az elmúlt 3 év kemény döntéseivel sikerült ide eljutni, együtt egy közös teljesítménnyel sikerült ide eljutni, és mindez azon a gazdaságpolitikai döntésen alapult, amit 2010-ben hoztunk meg. Ez egy bátor döntés volt, ez egy olyan döntés volt, ami a válságot lehetőségként fogta fel, és egy olyan döntés volt, amely azon a felismerésen alapult, hogy a válság után az lesz majd erős, akinek van egy erős termelőszektora, az lesz majd erős, aki a legmodernebb, legfrissebb technológiákat tudja használni és odavonzani az országába. Most úgy állunk, hogy a tavalyi esztendőben abszolút rekordot döntött a Magyarországra beáramló külföldi tőkének a mennyisége. Több mint 10 milliárd eurónyi tőke érkezett Magyarországra. Ha ebből levonjuk az átfolyó tételeket, meg az egyéb ilyen a nemzetgazdasági teljesítményt érdemben nem befolyásoló összegeket, akkor is 3,15 milliárd eurónyi a magyar gazdaság teljesítményét valóban befolyásoló tőke érkezett Magyarországra, ez körülbelül 2,5-szerese az azt megelőző esztendő adatának, és az idei év első negyedévében is körülbelül 600 millió euróval nőttek a beruházások Magyarországon, ráadásként az újra befektetett jövedelmeknek a mennyisége is eddig nem látott mértéket ért el. Tehát egyértelműen a versenyképességünket meg tudtuk erősíteni, ellentétben sok más országgal úgy, hogy most már a 3. éve tudjuk csökkenteni az államadóságát. Ami szintén nagyon fontos, hogy Magyarország most már a saját lábán áll. Tehát ami ugye 2010-ben komoly nehézségekkel szembesültünk, hiszen nem a saját pénzünkből éltünk, hiszen egy óriási hitelfelvétel után voltunk, ehhez képest ma már kijelenthetjük, hogy Magyarország a saját lábán áll, hiszen az utolsó fillér ugye visszafizettük az IMF hitelét, illetőleg 2004-es Európai Uniós csatlakozásunk óta fennálló túlzott deficit eljárás alól is mentesített minket az Európai Unió, így gyakorlatilag biztonságban tudhatjuk azokat a forrásokat, amelyek uniós forrásként járnak Magyarország számára. Mindezek a tényezők fontosak voltak ahhoz, hogy olyan erőben tudjuk magunkat, amely erő már elég ahhoz, hogy a családok mindennapi élete szempontjából fontos, és a családok mindennapi életét könnyebbé tevő döntéseket is meg tudjunk hozni. Mert van itt ugye a rezsicsökkentés, amelynek az apropóján ma összejöttünk. Ugye a rezsicsökkentés fontosságát az 2,2 millió magyar ember az aláírásával, vagy fontosságáról, vagy fontossága mellett 2,2 millió ember az aláírásával tett tanúbizonyságot és támogatta a rezsicsökkentést. Ugye most ha, hogy is mondjam, szóval senkiben nem merülne fel úgy elsőre, hogy egy ilyen ügy mellett, mint hogy rezsicsökkentés, úgy nagyon összefogást kellene keresnünk és építenünk, mert hát a rezsicsökkentésnek kimenne ellene, hisz hát az mindenki számára jó. Ugye hát normális gondolkodású emberként ez az első gondolatunk. Tehát azt ugye látjuk, hogy a rezsicsökkentés ellen azért jó páran érvelnek, sőt küzdenek és harcolnak. Ugyan a rezsicsökkentés ugye pénzt hagy a családok zsebében, ugye gyakorlatilag egy 4 tagú család esetében ez jelent ugye havi szinten 3500 forintot,
mondjuk egy egyedülálló esetében pedig mondjuk éves szinten 85 ezer forint körül. Tehát ez pénz vagy a családoknál, pénz vagy az embereknél, matematika szabályszerűsége szerint, akkor valahonnan ugye hiányzik ez, tehát mondjuk kisebb profit jelentkezik különböző nagyvállalatoknál, ami nyilvánvalóan fáj nekik, természetesen semmilyen vállalat nem ül annak, hogyha mondjuk egy kormányzat vagy valamilyen hatóság olyan döntés hoz, amelynek nyomán a profitját, és aztán az ebből fakadó ugye osztalék és egyéb ügyeket csökkent. Ugyanakkor ez még úgy belátható, de arra azért talán kevesen gondoltuk volna, hogy a politikusok közül is lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy na nem, hát a rezsicsökkentés az rossz dolog, a rezsicsökkentés azt ne csináljuk, a rezsicsökkentés helyett valami más kell. Mert ugye a helyzet az az, hogy az ellenzék részéről is ugye azzal szembesülünk, hogy elég erőteljesen támadják a kormány rezsicsökkentési döntéseit, magyarul nem az emberek oldalán állnak, hanem azok az oldalán, akiknek a rezsicsökkentés zsebéből profitot veszik. Persze azért egymáshoz vagyunk, nagyon nem lepődtünk meg ezen, bármint hogy az ellenzék nem támogatja a rezsicsökkentést, hiszen az elmúlt három esztendőben kevés olyan döntést támogattak, amely az emberek érdekét szolgálta, azonban valamely nagy gazdasági érdekcsoportok számára mondjuk veszteséget vagy profit elmaradást jelentett. Tehát nagyon nem lepődtünk meg, ugyanakkor mégiscsak furcsának gondoljuk. Ezért fontos az, hogy egy hangos, jól észrevehető, bátor összefogást hoztunk létre a rezsicsökkentés mellett. Mert ugye a rezsicsökkentés első üteméről a döntés megszületett, és a második ütem döntése is ugye egy 11,1%-os csökkentésről szól, ami azt jelenti, hogy mondjuk az évelei árhoz képest összességében 20%-kal lejjebb tudtuk hozni a rezsi költségeket. Ez ugye a kormány politikája szempontjából semmi újdonságot nem tartalmazott, hiszen amikor 2010-ben az adórendszert átszerveztük, az adórendszert is úgy szerveztük át, hogy az támogassa a családokat, jó legyen az embereknek, minél inkább segítse azokat, akik dolgoznak és még többet akarnak dolgozni, minél inkább segítse azokat, akik még több embert akarnak alkalmazni, és Európában teljesen unikális módon ezt a bizonyos flattexnek, vagy tehát 16%-os, egykulcsos, arányos adónak nevezett rendszer, ezt összetoltuk egy ilyen családokat támogató rendszerrel, amelynek nyomán ugyebár gyermek számtól függően a szülők fizetésének egy része az adózási körön kívül esik, és annak érdekében, hogy azok a családok, akik a kisebb keresetük miatt ezt nem tudták teljes egészében igénybe venni, újabb intézkedések születnek, illetve születtek, így ennek megfelelően a családok egy újabb köre, tehát a kiskereskedő családok is újabb adókönnyítésben részesülnek. Ez tehát ennek a kormánynak a szemlélete. Ugyanakkor, mint ahogy képviselőtársam is mondta, emellett a szemlélet mellett, emellett a politika mellett, ezen döntések mellett folyamatosan ki kell állnunk. Mert egy pillanatra is elkényelmesedünk, és azt gondoljuk, hogy mivel ezek jó döntések, ezek a döntések a szívünkből jönnek, ezek a döntések mindenki számára kedvező. Ezért aztán minden probléma nélkül végre tudjuk hajtani őket, és senki nem jön majd ellenük. Na, akkor kell, hogy éberek legyünk, és lássuk azt, hogy vannak, akik ebben a témában ellenünk harcolnak és ellenünk küzdenek, és mi is csak úgy tudunk sikeresek lenni, hogyha együtt összefogva küzdünk és harcolunk a rezsi csökkentés érdekében. Azok a nagyvállalatok, akik ugye önökkel kapcsolatban vannak, mint ugye energiaszolgáltatók, őket természetesen szemmel tartjuk ebből a szempontból, hiszen nekik kötelezettségeik vannak, értesíteniük kell az embereket a rezsidíjak csökkenéséről, értesíteniük kell arról, hogy mennyi pénzt tudnak megtakarítani ezen döntések nyomán, és hogyha ezt elmulasztják, vagy hanyagul teljesítik ezeket a kötelezettségeiket, akkor természetesen azért büntetés jár, mint minden esetben mindenkinek, hogyha nem teljesíti a kötelességét, vagy nem tartja be a rá vonatkozó szabályokat. És szeretném még arra egy pár szót mondani önöknek, hogy az egy ország kiszolgáltatottságához ugye hozzájárul az is, hogyha nagy stratégiai vállalatok vagy nagy stratégiai ágazatok nincsenek a kezében. És ugye az állam nem tud valami fajta eszközökkel
befolyást gyakorolni, a családok segítségére és az ország gazdasági állapotának segítségére javítására lenni. Ezért is születtek ugye azok a fontos döntések, amelynek nyomán a MOL-ban visszaszereztünk 21-néhány százaléknyi tulajdonrészt. Ezért volt fontos az a döntés, hogy a Magyarország alatti gáztározó kapacitást visszavásároljuk, és így egy olyan stratégiai eszköz jutott a kezünkbe, amely az ország energiagazdálkodása, energiafüggetlensége szempontjából rendkívül fontos. Ezért született döntés arról például, hogy a Rábát, ugye az állam visszavásárolja a befektetőktől. Ezen az úton is szeretnénk tovább menni. Mi azt gondoljuk, hogy köztulajdonban lévő nagy stratégiai ágazatok, azok ilyen világgazdasági körülmények közepette segítenek abban, hogy egy ország győztesként és megerősödve erős pozícióban érje el a válság utáni időszakot.